Virágok, amiket Júlcsi fog majd most kibontani. Légy szíves, húzz le a papírt. De szuper, hát te reggeliztél, láttam majd. Jó, ezt betesszük az egyik rendszerbe, aztán a másik steril kapszulás virágot is kibontjuk. Szuper, azt is elkészítjük. Rendben. Előre fordulunk most egy picit, és nem mozorgunk. Ide tesszük a fülecskéhez, teljesen a ponthoz az eszközt, a fülbevalószára, és egyetlen egy pici mozdulattal bent van a fülbevaló. Júlcsi, nagyon ügyes voltál. Ide nézd, mi van neked. Mit szólsz? Egy picit becsúsztatjuk, jó? Jó, és most helyezkedik a helyén. Tetszik? Nagyon szuper, jó választás volt. Másik felét is elkészítjük. Teljesen vérzésmentesen dolgozik az eszköz, a mai naptól érheti víz a fülcimpáját. Júlcsinak két fizsorolja van, bravo, tapsold meg magad. Nagyon ügyes voltál, tessék tapsolni. Szuki volt. Nem tapsold meg magad? Ide néz. Mit szólsz? Három is számolsz, nem fogod érezni, hogy fülbevalód van, jó? Azért az majd nagyon fontos, hogy mindig tiszta kézzel fogjuk meg a fülbevalót. És az utókezelő oldattal, ami segíti a gyógyulást és feltölteni, 4-6 hétig napi háromszor csöpögtetünk ékszer mögé egy picit. Aztán megtolva a kapocs mögé, és forgatunk 360 fokot kétszer-háromszor egy teljes fordulatot, jó? Ezáltal bejutatjuk a hatóanyagot, és segítjük a fülyük kialakulását. Fontos, hogy ne akadjon bele fésű, törölköző ruhanemű, és a hosszú hajú kislányoknál fontos, hogy csatoljuk el a hajacskát, hogy ne tekeredjen rá hajszál. Na Júlcsi, mit szólsz? Van fülbevalód, nézd meg magad, mi a véleményed? Ennyi? Szupi? Hát akkor van fülcsi a Júlcsinál, köszönjünk el a nézőktől. Sziasztok!